Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat a mikrofonnál, Király Tamás, mai vendégünk pedig Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértő. Itt van velünk a vonal túlsó végén. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy fogadja a hívásunkat. Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Hát izgalmas témákról fogunk beszélgetni, és akkor rögtön kezdjük azzal, ami hát részben orosz-ukrán háború, de nem egészen úgy. Szóval, hogy ortodox ikonokba és kegytárgyakba rejtett robbanó szerkezeteket és robbanó anyagot próbáltak meg Ukrajnából az Európai Unió több országán keresztül Oroszországba csempészni, ezt közölte az Orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat közkapcsolati központja. Az FSB határőrei és az orosz vámőrök a lett-orosz határon a Pszkov megyei Ubiljankjai közúti átkelő helyen tartóztattak fel egy járművet, amely az Ukrajna, Románia, Magyarország, Szlovákia, Lengyelország, Litvánia, Lettország útvonalon érkezett Ukrajnába, vagy Oroszországba. Az autóban ikonnak álcázott bevetésre kész 27 házi készítésű robbanó szerkezet, 70 kg-nyi nagy erejű, iparilag előállított műanyag robbanóanyagot, 91 elektromos detonátort és egy RPG-7-es rakétagránát alkatrészeit foglalták le. Hogy mehetett át az ennyi országon keresztül? Mit később vajon én azt mondanám erre? A helyzet az, hogy most az ukránok nem tudnak nagy sikert elérni a fronton, ezért próbálkoznak más módszerekkel. Hát itt különböző elgondolások vannak arra, hogy milyen egyéb módszereket alkalmaznak, de ebbe benne van a terrorizmus is, és ez a legutóbbi példa, ami néhány órával ezelőtt történt, azért ez bizonyítja. Na most hogyan történt ez az egész? Hát bepakolták valahol Kijev külső negyedébe, nyilván ezek elő voltak készítve, nem kis munka volt ennek az előkészítése, mert nagy mennyiségű robbanóanyagokat helyeztek el ikonokba, ezeket le kellett álcázni, át kellett hozni több határon, kis utánfutós teherautóval hozták, hát Ukrajnából eljöttek Romániába. Románia ugye schengeni tagsága még nincsen rendben, tehát csak félig vagy negyed részben, azt tudom mondani, hogy jelenleg nem külső határnak számít, csak a légi úton, illetve a tengeri úton, a közúton nem. Tehát közúton igazság szerint ellenőrizni kellett volna már a belépést is. Aztán a magyar-román határon, mivel mi vagyunk a külső, és ahogy mondtam, románoknál még nincs meg a schengeni tagság a közúton, ezért a magyaroknak kellett volna a EU külső határaként a belépést ellenőrizni. Igen, ám csak nincsenek vámosok már a határon, mert ugye a schengeni tagsággal ezt megszüntették, úgyhogy nagy valószínűséggel átvilágításról szó nem volt. Átjöttek a román-magyar határon, se a románok, se a magyarok nem nézték át. Ahogy átjött a magyar határon, ettől kezdve EU belső határon van. EU belső határon nincs ellenőrzés, tehát innen simán tovább mehetett Szlovákiába. Hát nem állították meg sehol, mert egy kis terült után futóval mennyi jár az úton? Rengeteg, tehát nyilván mindent nem ellenőriznek. Szlovákiából átment Lengyelországba, Lengyelországból balti országba, két balti országon ment át, végül az oroszok megcsípték. Tehát az azt jelenti, hogy az oroszok a külső határt, a nyugati országok felé vezető határt meglehetősen alaposan ellenőrzik. Na most maga a módszer, amit csinálnak, ugye közeledik lassan az ortodox húsvét. Tudni kell azt, hogy az ortodox húsvéton gyakorlat az, hogy képeket ajándékoznak a templomoknak, embereknek. Na most képzeljük el azt a változatot, hogy mondjuk van 30 vagy 40 ilyen kép, ami robbanóanyagként működik, ezt elhelyezik különböző templomokba, és távirányítással mondjuk a húsvéti nagy szentmise alkalmából ezt felrobbantják. Mennyi halott keletkezik, hány helyen. Tehát ez egy iszonyatos nagy portfelvelő akció lett volna, ha sikerül. Hát hál' Istennek a orosz határőrök, vagy nem tudom kik voltak ott, akik ezt felfedezték, valószínű, hogy volt valami fülesük, de az biztos, hogy ezt megállították. Óriási szerencse, tehát erre azt lehet mondani, hogy a szerencse azokkal volt, akik ezt az egész akciót leleplezték. Én úgy gondolom, hogy ez, ha az oroszok nem állítják meg, akkor azért az Európai Unió területén kivéthetetlen lett volna, vagy kivéthetetlen volt, mint ahogy a példa is bizonyítja. Minek minősül ez? Tehát, hogy ez egy terrortámadás előkészítésének, vagy csak valakik valahova szállítottak, illetve lehet-e azt pontosan tudni, hogy ez valami magánakció volt, vagy ennek a szállítmánynak van köze az ukrán államhoz?
Hát ez biztos, hogy szervezet volt, tehát nem hiszem, hogy a három ember eldöntötte, hogy most jó néhány templomot felrobbantunk Oroszországba. Ez része annak a küzdelemnek, annak a háborúnak, ami Ukrajna és Oroszország között van, és hát, hogy kik készítették elő, nem olyan nagyon nehéz ezt kitalálni. Nyilván speciális szolgálatok bevonásával történt, akik a ukrán-román határon történő átjövetelt és simán biztosították, lefették, lehet, hogy voltak még segítők, ezeket nem tudjuk, de lehet, hogy az EU-s országokban is voltak segítőikük, vagy figyelték, hogy az az útvonal, ahol mennek át, akár Magyarországon, Románián, vagy a többi országon, ott ne legyen éppen ellenőrzés, tehát előfutó kocsikat alkalmaztak, nem egyet, hanem többet, tehát ez nem egy kis akció volt, egy elég komoly szervezést igénylő akció, amit hát, mint a példa bizonyít, egészen az orosz határig sikeresen végrehajtottak, már legalábbis ami a anyag szállítását illeti. Én szerintem ebben benne volt valami központi szervezet is. Ezt így masszik alapon nem lehet megcsinálni. Ha benne volt központi szervezet, akkor lehetséges az is, hogy megbeszélték akár a románokkal, hogy ezt a szállítmányt engedjék át a határon. Kérdezem ezt azért, mert ön is jól ismeri Romániát, lévén, hogy dolgozott ugye ott, ha jól emlékszem, hírszerzőként. Mert én is jártam ott sokszor, hát az utolsó utáni joghurtomat is meg szokták nézni, amit a Kauflandban vásárolok. Az nagyon ritkán fordul elő, hogy csak úgy átengednek. Hát pénzzel mindent el lehet intézni, most nem akarok én találgatásukba benne, mert nem tudom. Tehát annyit tudok mondani, hogy biztos, hogy átjött, de nem először fordult már elő olyan, hogy nem is nagy összeg lefizetésével nyílik a határ, tehát semmi probléma nincsen. De mondom, most már a magyar határon, magyarom általában nincsenek vámosok, ha jól tudom, úgyhogy ott simán át tudnak jönni. Hát az ukrán belépéskor akkor meg kellett volna nézni, de hát ez elég régi gyakorlat, hogy ilyenkor lefizetik az embereket, és már is jön ez a rendszámú kocsi, letették a pénzt, már mehet és felemeli a kezét, így, hogy menjetek és kész, ennyi. Így működhet ez a dolog. Nyilván ez igényli az előkészítést, illetve korrupt határőrök, vámosok vannak, hát a ukrán-román határon biztos, hogy vannak vámosok, de hát, hogyha nem figyelnek oda, akkor ezek simán behetnek. Lesz-e ennek következménye, vagy mennyire lelkesek az Európai Unió azon országai, amelyen ez átment, hogy egyébként ilyen robbanószeres autók rohangálnak a keresztbe kasul? Hát nem megnyugtató mondjuk a egyszerű lakosság szempontjából sem, hogy ilyen robbanóanyagokat szállítanak át az országon, úgyhogy senki nem tud róla. Hát ez mondjuk nem egy ötös osztályzat azoknak, akik ezeket átengedték, de hát schengeni határ. Tehát, hogyha már egyszer beengedték Romániából Magyarországon csak a véletlen szerencsém múlhat az, meg esetleg egy információn, hogy megállítsák ezt az autót. Pláne mondjuk a mai forgalom mellett simán el lehet menni, tehát különösebb problémát nem okoz. Kis teherautó utánfutóval, szabályos papírokkal, viszont látásra megvannak az okmányok, képeket visz, ráadásul ugye ez valami segély, szállítmányként is ment, tehát zöld út, úgyhogy mehet át a szomszédba, és okozhat egy nagyon kellemes húsvéti meglepetést. Idézőjelben mondtam ezt a kellemes húsvéti meglepetést. Nikolaj Patrushev, az orosz biztonsági tanács titkára azt mondta kedden egy interjúban, hogy a NATO nem riad vissza terrorszervezetek felhasználásától sem a saját érdekében, illetve azt is állította, hogy a szövetség Washington eszköze a hibrid háborúk lefolytatásában, tagországai pedig engedelmesen követik a gazdasági szankciók bevezetésére, a pénzügyi források befagyasztására, hírszerzéki tevékenységre, pszichológiai műveletekre és kibertámadásokra vonatkozó utasításokat, továbbá részt vállalnak az angol szászok politikájával szembeszegülő országok állami gazgatási rendszerének aláásásában és belső rendjük megbontásában. Mit gondol ezekről a mondatokról? Úgy gondolom, hogy ezek egy kicsit a túlzás kategóriába tartozik, tehát azért a NATO nem erről szól, hogy terrorakciókat támogat, vagy terrorakciókat szervez. Én ebbe nagyon nem hiszek, tehát ilyen nincs. Az más kérdés, hogy az amerikai politikát az Európai Unió maximálisan támogatja, az több olyan kijelentésből tudjuk, hogy azért az észak-atlanti szolidaritásban benne van az, hogy amit Amerika kér, azt megcsinálják, különösen ugye, hogyha az Európai Uniót nézzük mostanában a választásokkal kapcsolatban, azért igyekeznek jó pofát vágni a különböző amerikai elgondolásokhoz, de az, hogy mondjuk bűncselekménybe vagy terrorizmus támogatásába belemenne egy nemzetközi szervezet, én ezt nem nagyon hiszem el.
Viszont ugye itt volt korábban Moszkvában is egy terrortámadás, aminek kapcsán ugye az a hivatalos orosz narratíva, és beszélhetnénk talán arról, hogy milyen megfontolásból ez, de hogy abban az elkövető az iszlám állam volt, de a megrendeléssel gyanúsítják az ukránokat, az amerikaiakat és a briteket is. Ugye ez a nyilatkozat is egy kicsit erre rímel. Miért érdekük az oroszoknak azt állítani, hogy ebben bizony valahogy a nyugat benne van? Hát ez a fő cél, hogy belevonják a nyugatot, mondják azt, hogy Ukrajna volt. Hát ezen el lehet gondolkodni, egy valami hiányzik, konkrét bizonyíték. Tehát, hogyha ezt le tudnák tenni az oroszok megnyugtató módon, tehát hihető legyen az a bizonyíték, kézzelfogható, akkor ezt el lehet mondani, hogy valóban benne volt. Tehát a nyugatot nem hiszem, Ukrajna részéről inkább, de hát itt sincs bizonyíték. Tehát addig, míg bizonyítékot nem tudnak felmutatni, azért bármit lehet mondani. Vannak gyanús körülmények, ami alapján föl lehet tételezni, hogy ez egy különleges művelet volt. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy hírszerző szolgálatok, ugye hármas feladat, hírszerzés, elhárítás és különleges műveletek. A különleges műveletek kategóriájába minden belefér, akár az emberölés, akár különböző robbantások megszervezése, ha a politika ezt kéri, ha a politika igényli, akkor ez megoldható. Ez a moszkvai merénylet az én értékelésem szerint eléggé olyan feladat volt, ami, hogyha valamelyik ország be akar ebbe szállni, akkor a különleges szolgálatokat nem lehet belőle kihagyni. Egy másik gyanús mozzanat az az, hogy amikor a ukrán hírszerző szolgálat vezetője kijelentette azt, hogy a Kercsi hidat, hát természetesen mi robbantottuk föl, most attól kezdve megjelenik az ember agyába egy-két olyan feltételezés, mert egyelőre ez feltételezésnek nevetező, hogy nem állnak ők mögötte. De ezt a hírszerzés főnöke mondta, tehát nem egy újságíró, aki különböző dolgokat felelőtlenül leír, hanem az ukrán hírszerző szolgálat vezetője mondta. Tehát ez alapján esetleg föl lehet tételezni, amiben azonnal bekapcsolódtak az oroszok, és azt mondták, hogy hát akkor szeretnék megkapni azon személyeknek a listáját, sőt, azon személyeket kiadni, azokat, akik ezeket a merényleteket megszervezték. Na most itt nem a mostani színház előadás, illetve koncert elleni merényletről beszélek, hanem a korábbiakról, és az oroszok is erről beszéltek. Nálunk ezt szívesen összekeverték a kettőt, és belevették a mostani koncert merénylőnek a kiadását is. Ez eszében nem volt az oroszoknak, és nem is azt mondták. Tehát miután megnéztük azt, hogy mi van mögötte, világosan kiderült, hogy a korábbi merényletek megszervezéséről van szó, és annak az elkövetőit kérik az oroszok. Az oroszok nem kérték a mostani merénylőket, mert ők se tudják, hogy kik voltak, és addig még nem tudják, addig nyilván nem kérhetik a kiadásukat. Tehát itt nálunk történt egy logikai bukfenc ebben a témában, de ez minden esetre arra enged következtetni, hogy az oroszok nagyon keményen dolgoznak azon, hogy megállapítsák, hogy van-e ukrán szál, vagy nincs ukrán szál. És ezt egyértelműen én még sehol nem hallottam. Nem jelenti azt, hogy nincs. Beszéljünk egy kicsit a frontról, meg a háborús helyzetekről. Az ukrán határtól több mint 1200 kilométerre Tatárföldön csapott le legalább három ukrán drón, az egyikük Oroszország egyik legújabb és legdrágább olajfinomítóját találta el. Eddig ez volt a legtávolabbi oroszországi célpont, amire ukrán drónok csapást tudtak mérni. Ukrajna azt állítja, hogy hétfőn lelőttek egy csak nem 3 milliárd forint értékű orosz Forpos felderítő drónt a Fekete-tenger felett, tehát zajlanak a hadműveletek. Ugye igen, ezekre szokták azt mondani, hogy ezek diverzáns akciók, és nagy kérdés, hogy a háború eredménye szempontjából milyen hatással vannak. Hát nyilván egy ilyen akció az hatással van. Nem konkrétan a hadműveletek szempontjából, mert a hadműveletek oldaláról olyan nagy változást nem lehet látni, illetve ha ezt elemezni kell, akkor azt lehet látni, hogy több helyen, ahol meggyengült az ukrán védelem, ott azért az oroszok szépen lassan haladnak előre. Nem mondtam azt, hogy gyorsan, nem véletlen mondom azt, hogy szépen lassan, mert nyilván ellenállás van, de ellen támadásról, ellen lökésről nem beszélhetünk, és ezt ki
kihasználják az oroszok arra, hogy előre haladjanak. Ugyanakkor, és ez nagyon fontos, mindkét fél részéről a kritikus objektumokat támadják, tehát a kritikus infrastruktúrát, és ezen belül most jelenleg az elektromos rendszer, ami korábban is volt, illetve a különböző olajfinomítók, olajlétesítményeknek a megtámadása van, szabad ilyet mondanom, divatban, orosz részről is, és ukrán részről is. Tehát azt lehet látni, hogy a hadműveleti tevékenység iránya áttevődött a kritikus infrastruktúra elleni támadásokra. Az, hogy ez megtörténik, az lehet bármilyen hatással az orosz védelmi kapacitásoknak a kialakítására, vagy akár arra, hogy Oroszország még mérgesebb lesz, és még intenzívebb támadásokat indít, hogy addig Ukrajna ne ezekre a diverzáns műveletekre koncentrálja. Szerintem mind a kettő igaz, mind a két változatra. Nyilván Oroszországot rendkívül zavarja az, hogy a kritikus infrastruktúrát, az olaj finomítókat támadják. Hát csak kezdve kb. 15%-át megsemmisítették, ami azt jelenti, hogy azért komoly veszteségeket okoz az oroszoknak, amire ők válaszolnak. Tehát szinte nincs olyan akció, amire ne látnánk válaszreakciót mindkét oldalról, úgyhogy azt lehet tapasztalni, hogyha egyik oldalon valami robban, akkor a másik oldalon is. Hát nem véletlen támadták Kijevet, nem véletlen támadják a városokat, és hát az elektromos rendszert is folyamatosan, hát volt olyan időszaka, nem is hosszú ideig, hogy mondjuk Kijev áram nélkül maradt. Nyilván a trafóállomásokat támadják meg, és elég sok olyan mobil trafóállomásokat szállítottak már nyugatról Ukrajnának, ami biztosítja azt, hogyha megtámadják, meg sem akkor gyorsan ki tudják cserélni, és helyreállítják az áramellátást. De hogyha sűrűn, gyakran előfordul, akkor ez nyilvánvaló, hogy zavarja az ukrán ellenállást, illetve az ukrán védelmet ezeken a kritikus objektumokon. Azt lehet hallani, hogy Oroszország nagy, hát tavaszi vagy nyári offenzívára készül, és a kérdés, hogy hol áll meg. Legalábbis ezt mondják azok, akik rosszra számítanak, vagy olyanra számítanak, hogy Oroszország intenzív csapásokat indít. Ön is erre számít? Nem feltétlen, lehet, hogy lesznek intenzívebb csapások, de itt megint sokan összekeverik a szezont a fazonnal. Azt mondják, hogy Oroszország mobilizációt hajt végre, mozgósít, nem mozgósít. Oroszországban kétszer van bevonulás, az orosz haderő feje a sorállományból tevődik össze. Ez a bevonulási időszak, az tavasszal van és ősszel. Most ez van. Ez nem mozgósítás, hanem az újoncok behívása. Kettő nem keverendő, nálunk ez sokan összekeverik. És nem is a frontra hívják őket be, hanem gyakorlatra, ezt talán érdemes hangsúlyozni, nem? Nem, katonai szolgálatra hívják be őket, fölkészítik, aztán mehet a frontra természetesen, hát felkészítés nélkül nem sokan ezt a 150 ezer kiképzést, ezt úgy értelmezték, hogy akkor oda küldenek 150 ezer embert a frontra, de hogy elvileg nem erről szól. Ez sorállomány behívásáról szól. Ezért mondom, hogy ezt nálunk összekeverik olyan emberek, akik még katonaságnál nem is szolgáltak egy napot se, még nem tudják, hogy mit jelent az a sorozás, még nem tudják, hogy mi a különbség a sorozás és a mozgósítás között, pedig ez két dolog. Vagy mi különbség van a mozgósítás, meg az összeírás között. Tehát itt fogalmi zavarok vannak, akik nyilatkoznak, és hát sajnálatos módon meg kell alapítanom, hogy elég sokan vannak, akik ezeket nem ismerik, és ő magukat katonai szakértőnek minősítik. Szóval ennek fényében kérdezem, ugye a másik verzió az ez, hogy Oroszország felismeri azt, hogy most Ukrajna kevesebb támogatást kap az USA-tól, hogy lőszerhiány van, fegyverhiány van, és ezért akár már a tavasz vagy a nyár folyamán megpróbálkozik Odesszával vagy más nagyvárosokkal is. Erre szoktam azt mondani, hogy ez benne van a bakliba. Hát Odesszát már elég régóta támadják, tehát eléggé meggyengítették, ennek kettő szélje van, lakosság megfélemlítése, illetve a hajózásnak a akadályozása, tehát azokat az objektumokat, amelyek a kikötőben találhatók, és szállítás, tárolás biztosítanak, és ehhez tartozó egyéb logisztikai berendezéseket rombolnak, ez a történet erről szól. De hogy most elfoglalják-e Odesszát, vagy meg fogják-e támadni, ez még a jövő zenéje. Egyelőre azért a jelenlegi frontvonaltól Odessza messze van, és az orosz elgondolások szerint most inkább azzal foglalkoznak, hogy a
a négy megyébe befejezzék az előrehaladást, tehát ezt szeretnék lezárni, mert hogy az orosz alkotmány szerint ez már Oroszországnak szerves része, holott még el sem foglalták. Összességében akkor hogy látja most ebben az évben, vagy legalábbis az amerikai elnök választásig továbbra is tartani fog a háború, és a következő hónapokban is mindig azt fogom öntől kérdezni, hogy mi a helyzet a fronton? Igen. Egyelőre ez így folytatódik tovább. Az amerikaiak egyelőre visszafogták. Ukrajna vonatkozásában a katonai segélyszállítmányok átadását. Azért mondom, hogy Ukrajna vonatkozásában, mert ez Izraelre nem vonatkozik, ez az egyik. A másik pedig az, hogy azért szépen lassan haladnak előre. Tehát, hogy most mi a végső cél, azt jelenleg nagyon nehéz megmondani. Én minden esetre úgy látom, hogy a négy megye a prioritások között van. Azt kell legelőször elfoglalni, aztán majd eldöntik, hogy elmennek a Dnyeper folyóig, és ott megállnak, vagy azt mondják, hogy még a déli részt, tehát a Fekete-tenger partvidékét szabadítsuk föl, és Ukrajnát meg szabadítsuk meg a tengeri kijárattól, ami egy katasztrófa lenne Ukrajna számára. Ugye azt látjuk, hogy még kisebb településekkel is sokszor hónapokat töltenek, viszont a négy megyében vannak jelentős stratégiai városok. Ahhoz milyen erő kell? Vagy ugye Odessa polgármestere, akkori polgármestere korábban még mondta azt, hogy ő inkább feladná, mint hogy szétrombolják Odesszát, de hogy hogyan várhatók ezek a mozgások? Hát én úgy gondolom, hogy itt megnézik, hogy hol gyengébb a védelem, tesztelik azokat az eszközöket, amelyeket az oroszoknak, az ukránok szállítottak nyugatról, és hát erre kíváncsiak az oroszok, hogy mondjuk például a Patriotok hol vannak, és milyen hatékonysággal, milyen hatásokkal dolgoznak. Ezeket is szolgálták azok a támadások, amelyeket mondjuk Harkivban vagy Kijevben láttunk. De az is egyértelmű, hogy a világon nincs annyi Patriot rendszer, amivel le tudnák fogni egész Ukrajna területét. Tehát, hogyha a frontvonalra viszik, akkor támadják a városokat. Ha a városokról van, akkor nyilvánvaló, hogy a fronton könnyebben tudnak előre haladni. Tehát ez nagyon, nagyon megosztott ez a kérdés, de itt a fő probléma az, hogy megismerjék azt, hogy a másik oldalon milyen képességek vannak, mennyire gyengültek meg, vagy mennyire erősítettek bizonyos területeket. És hát nyilván benne vannak a városok, tehát ha most az ukránok azt mondják, hogy a Harkivot el akarják foglalni. Nyilván Harkiv talán most fontosabb, mint mondjuk Odesszának az elfoglalása, de Odessa elfoglalása is szerepelhet a hadműveleti csoportfőnökség, vagy főcsoportfőnökségnek a listáján. Kérdés az, hogy mikor. Erre egyelőre szerintem nem tudnak válaszolni, legalábbis nem tudunk, mert nincs hozzá információ. Na menjünk tovább még hozzá Izraelre, ahol ugye az történt, hogy Izrael egy hétfő esti légitámadást hajtott végre méghozzá Szíria területén egy iráni, hát hivatalosan nagykövetségi épület ellen. Az izraeliek meg azt mondják, hogy itt terroristák tartózkodtak meg, ez csak egy álca volt, valójában ott robbanóanyagokat tároltak katonai objektumként működött. Ugye nagy kérdés, hogy mi lesz erre a válasz, illetve az is érdekes, hogy ez pont abban az időpontban történt, amikor Benjamin Netanyahu miniszterelnököt műtötték hivatalosan, hogy látja, mik ezek az események. Hát én úgy látom, hogy itt hatás-ellenhatás van, itt mind a ketten támadnak. Ne felejtsük el, hogy itt a Damaszkuszban lévő iráni konzulátus, ez a hivatalos, hogy az iráni konzulátus közvetlen a követség mellett lehet, semmi akadálya nincsen, bár az izraeliek azt mondják, hogy ez nem konzulátus. Hát, ha ezt nagyon egyszerűen ellenőrizni, meg kell nézni, mi van kírva, kik vannak ott, kik dolgoznak ott, egyáltalán van-e fogadóóra, mert egy konzulátuson mindig van fogadóóra, akkor az azt jelenti, hogy ez konzulátusként is működik. Ha nem, akkor itt valóban a iráni forradalmi gárdának van valami csapata, mint ahogy megsemmisítettek, vagy hát nyugodtan mondhatjuk, célzott megsemmisítéssel életét vesztette a forradalmi gárda egy vezetőjeit, meg annak a tanácsadója. Véletlenül mindkettő tábornok volt, tehát amikor támadtak, akkor ezek ott tartózkodtak ebbe az épületbe, és Izraelnek a fő célja mostanában a ilyen vezetőknek a megsemmisítése, legyen az akár a forradalmi gárda felelős vezetője, akik szervezik a külföldi akciókat, vagy mondjuk a Hamasz vezetése, legyen az Gázába,
vagy akár külföldön, bárhol. Tehát akit el tudnak kapni, azt megsemmisítik, és ezt nagyon szépen lehet látni. Na most az, hogy Netanyahu kórházba utának, szerintem nem sok köze van ehhez, nem azért hajtották végre, ez egy válasz volt arra, hogy az irániak Irakból síta radikális szervezetek felhasználásával támadást indítottak Izrael legdélibb városa Eilat ellen. A célpont, ott van egy kis haditengerészeti bázis, és azt támadták meg, különösebb károk nem keletkeztek, mert amit eltaláltak, az egy hangár volt, tehát ott a hangárnak a fala meg egyéb létesítmények ott megsérültek, de emberi veszteség nem volt, minden esetre ez nem jelenti azt, hogy Izrael ezt úgy simán zsebre tegye. Lehet, hogy ez tehát erre válasz? Erre vár egyértelműen erre válasz, tehát ők erre most ezzel válaszoltak, és ez egy elég kemény válaszcsapás volt. Hát legalább 7 halott, és nem tudom hány sebesült van a damaszkuszi támadásnál, míg Eilatnál nem volt. És Eilat ellen már nem az első próbálkozás volt, tehát nem a hutik, mert ugye mindent a hutikra szoktak fogni, nem, hanem ezt Irakból hajtották végre ellenálló szervezetek, radikális szervezetek. Tehát itt figyelni kell arra is, hogy ezek mit csinálnak. Miért Szíriában támadták az irániakat, mert hogy az irakiak is az iráni proxy részei? Így van. Hát fogyni, hát Irakban nagyon sok olyan proxy erő van, akik síták. Irak déli részén döntő többségben síták vannak. És a síták között nagyon sokkal radikális. Tehát ott Irán otthon van, és akkor szervez akciót, amikor éppen akarna. Most ugye tudjuk azt, hogy Szíriában történnek szállítások, felkészítik ott az erőket, a hezbollahosok is időnként átmennek kiképzésre. Ettől kezdve Izraelnek ez szél, vagy ha valamilyen szállítmány érkezik, akkor ezeket megtámadják. Ha meg még netalántán egy akkora szerencse van, ami most volt, hogy vezető is ott tartózkodik, akkor F-35-ös gépekkel pillanatok alatt csapást mértek, és olyan pontosan eltalálták, láttam a felvételt erről az épületről, hogy ott csak az épületet és semmi más. Hát nyilván ablak meg ilyesmi kitört, de nagyon pontosan hajtották végre ezt a támadást. Hát mondjuk egy F-35-es, ez nem okoz olyan borzasztó nagy nehézséget, tehát pontosan tudnak célozni. Különösen akkor, amíg van egy rávezetés is. Ugye pont ezt emelték ki, hogy mennyire precíz volt a támadás, és hogy hát, négyzetméterre pontosan beazonosították egy idegen ország területén, ahhozért ehhez mi kell? Technika? Hírszerzés ismeret? Mert egyrészt hírszerzési információ, pontosan tudják a koordinátáját ennek az épületnek, tehát ezt be tudják programozni, meg ha még segíteni akarnak, akkor elhelyeznek ott a cél mellett valahol, vagy pont a célban egy olyan eszközt, ami jelez a repülőgépnek, hogy hova kell dobni a bombát. Tehát ez manapság már nem a megoldatlan problémák közé tartozik, viszonylag egyszerű. Erre mondják azt, hogy megvilágítja a cél. Tehát mit tudom, egy lézer sugárral jelez a repülőgép vezető részére, és az oda céloz. Nem probléma ilyen célzett csapást végrehajtani, pláne nem azzal a technikával, ami Izrael rendelkezésére áll. Mire lehet számítani? Mindenki ezt találgatja, és ezt sokszor el szoktuk mondani, hogy ugye Irán általában nem közvetlenül hajt végre sem választ, sem háborút, hanem proxy szervezetein keresztül, de hogy ez a mostani csapás mennyire számít látványosnak nagynak Izrael részéről, és ilyenkor mennyire követeli akár a muszlim világ, akár bárki, hogy itt bizony látványos válaszcsapás következzen. Semmit nem mondanak erről az izraelek. Ők azt szokták mondani, hogy ilyen helyzetben, hogy külföldi hírügynökségeknek az anyagát ők nem kommentálják. Ők nem mondanak semmit, mindenki az képzel, amit akar, hogy most ők futak, vagy nem, ők ezzel nem foglalkoznak, és nem magyarázzák a saját akciókat. Ez mióta eszemet tudom, ez így van az izraeli katonai vezetésnél, tehát őket nagyon hát érdekli, foglalkoznak, hogy mit mondanak róluk, de nem szólnak semmit. Mindenki azt tételez fel, amit akar. És az másik oldalról, tehát, hogy most a, nem tudom, az iránbarát utca mennyire követeli azt, hogy most pedig le kell csapni Izraelre?
Az előfordul, tehát vannak tüntetések, pláne most, ugye, hogy a Hamasszal, illetve nem is a Hamasszal annyira, mert a Hamasz olyan nagyon nem szeretik az arab világba, meg a terrorizmus sem szeretik, de az, hogy Izrael megölt most már több mint 33 ezer embert, nyilvánvaló, hogy a muzulmán világ haragját kiváltotta, és hát egyre több országban lehet látni tüntetéseket Izrael ellen, és követelik azt, hogy meg kellene büntetni Izraelt. Ez tény, tehát, és ez nem csak az arab világban, hanem máshol is. Nyugat-Európában is lehet ilyeneket látni, Egyesült Államokban is lehet látni, tehát itt nem mindenki fogadja nagy megelégedéssel azt, hogy ilyen nagy arányú pusztítás van, bár itt is lehet vitatkozni, hogy igaz-e az a szám, amit a Hamasz engedélyével hoznak nyilvánosságra, és ő járul ahhoz hozzá, hogy mennyi áldozat volt, és ebből mit lehet nyilvánosságra hozni. Izraelek szerint kb. A fele a halálos áldozatok száma, mint amit a Hamasz kiadott. Ezt szerintem a világon senki nem tudja megmondani. Összességében ugye nekem az a nagyon furcsa, hogy egyrészt ott van a Rafah elleni támadjanak, ne támadjanak, hogy támadjanak kérdés. Úgy tűnik, mintha a Libanon most el lenne napolva, de azért az is a levegőben lóg, és közben Szíria területén támad az izraeli hadsereg, hogy tudnak-e egyszerre ennyi felé koncentrálni, úgy, hogy közben azért a nemzetközi támogatottságuknak, meg egyébként az országon belüli kormány támogatottságnak sem most van a csúcspontja, finoman szólva. Hát Judea Szamáriában is nagy tüntetések vannak, meg ezen kívül harcok is vannak. Tehát itt is több száz embert megöltek már az izraeliek, már ott lakó palesztinok közül, és ebben benne van Hamasz, meg nem Hamasz. Hamasz is jelen van a Cisziordán területeken. Jordániában is vannak ellenvélemények bőségesen, ugyanakkor azt lehet látni, hogy azért ott is hangsúlyozzák azt, hogy a Hamas nem lehet megsemmisíteni. És mit ad Isten, most már arról beszél az izraeli vezetés, hogy hát ők is elfogadják azt, hogy a Hamas nem lehet megsemmisíteni. Mondjuk eddig nem ez volt a lózung, eddig azt mondták, hogy Hamas teljes megsemmisítéséről van szó. Most, hogy felelős izraeli vezetők kijelentik, hogy a Hamas nem lehet megsemmisíteni, itt valami taktikai változás történhet, nem rövid időn belül. Itt a kérdés az valóban, hogy a lakossággal tudnak-e valamit csinálni, illetve hát ezt követően Rafah városát, ahol eddig korábban 30 ezer körüli, most meg több mint 1 millió ember él. Mit csinálnak ezekkel az emberekkel? Ezt egyelőre nincs kidolgozva. Ráadásul az északi részre már többen visszamentek, és ezen kívül megjelentek a Hamasz emberei is északon, tehát erre mondják azt az izraelek, hogy Hamasz nem lehet megsemmisíteni. Átmennek a Cisziordán területre, vagy oda mennek valahonnan más emberek, de ott is aktív a Hamasz, úgyhogy ettől kezdve ott van Gáza, ott van a Judeai Szamária, vagy Cisziordánia, kinek ugyan tetszik, itt is nagy ellentét van a telepesek, illetve a palesztinok között, aztán ott van a szíriai front, ott van a libanoni front, itt azért nagyon, nagyon összegyűlnek a dolgok, nem beszélve arról, hogy vannak ezek az iráni ihletésű piszkálódások, akár a hútikat nézzük, vagy mondjuk azt, ami most történt, tehát ami a Irakban lévő erőket illeti. Én azért szoktam azt mondani, hogy az a helyzet sokkal veszélyesebb egy regionális háború kialakulása szempontjából, mint mondjuk az ukrán-orosz helyzet, ahol regionális háborúnak a kialakulásának az esélye azért finoman szóval nem nagy. Hát azt egyelőre próbálják lokalizálni, miközben a Közel-Keletnél meg tényleg úgy tűnik, hogy hát egy rossz mozdulat és belobbanhat, de ki vállalja a garanciát, hogy nem lobban be? Senki nem vállalja, és éppen ezért lehet egy olyan helyzet, hogy ebből egy regionális háború lesz. Tehát, hogyha úgy döntenek az irániak, hogy megpiszkálják egy kicsit a Hezbollahot, hogy indítsanak támadást a Hezbollahnak, az ereje sokkal nagyobb, mint a Hamaszé. Tehát ők azért néhány rakétát elindítanak Izrael irányába. Hát hogy indítanak most is?
Hát igen, igen, időnként, de amikor azt csinálják, mint amit a Hamasz esetében láttuk, hogy egy túlterhelt támadást indítanak, akkor nagy baj van. És azért nem nagyon beszélnek róla, de azért ne felejtsük el, hogy ott már vannak olyan városok, például Metula, amit teljesen kiürítettek, tehát ott már nincs lakos. Izraeli lakosságot a libanoni határ mellől elköltöztették. Ami azt jelenti, hogy az izraeli védelem gyengül, vagy... Voltam is ott egyébként egy ilyen szellemvárosban még januárban, és mindenki ezzel magyarázta, hogy azért is kell valamit kezdeni Libanonnal, mert hogy ilyen szállodákban élnek az emberek a Holtenger partján, ami csak első hangzásra tűnik jónak, amikor 3-4 gyerekkel van valaki bezárva egy szállodai szobába, az nyilván nem jó, és hogy hiányoznak a gazdaságból, meg egy csomó probléma van, és hogy úgy akarják oda visszatelepíteni az embereket, hogy akkor ott már biztonságukat viszont garantálják. Ez pontosan így van az északi területen, de nem csak ott. A gázai övezet melletti, most már nem kibusz, hanem mosávok vannak ott inkább, ami egy kicsit szabadabb, mint a kibusz volt valamikor. A mosávokból az embereket elköltöztették, tehát egy biztonsági szempontból is egy új helyzetet teremt, mert a palesztin területek mellett most már nem élnek ott az izraelek. Mert nem tudják, hogy mikor lesz egy újabb támadás, ezért megelőző óvatosság szempontjából a lakosságot onnan áttelepítették távolabb Bersebe, vagy egyéb területekre. Tehát itt van egy lakosság kitelepítés is, hát amiről nem nagyon beszélnek. Na hát a végső kérdésem pedig akkor az lenne, hogy mire számít mindezek fényében, hogy csillapodhat bármi az elnökválasztás, az amerikai elnökválasztás közeledtével, mert majd mindenki a kampányra koncentrál, vagy pont ezek a kampány témái, és pont ezért a politikai erőknek nem is feltétlenül érdeke, hogy akár ukrán fronton, akár közel-keleti fronton csillapodjanak a kedélyek. Én szerintem egyik helye se fog csillapodni, Amerika foglalkozik saját magával, és ahogy közeledünk majd a választási kampány csúcsához, attól kezdve az amerikaiak még kevésbé foglalkoznak most Ukrajnával, vagy éppen Izraellel, saját magukkal vannak elfoglalva, tehát itt egy kicsit szabadjára engedik a dolgokat. Ukrajna esetében kevesebb támogatás van, nem hiszem, hogy most ez lesz a fő cél. Izrael esetében viszont azért hát éppen most adtak át 500 kilós, meg egy tonnás bombát, nem tudom, mit fognak vele kezdeni, de hát, hogyha azt Gázára ráengedik, akkor ott kőköve nem marad. Képzeljük el, repülőgépről ledobnak egy tonnás bombát, mi maradott? Tehát tulajdonképpen sivatagá lehet változtatni az egész területet, tehát kérdés, hogy mennyit adnak az amerikaiak, de adnak, tehát ennek a ellátása logisztikai szempontból folyamatos. Hát meglátjuk, hogy hogyan tovább. Kis Benedek József, köszönjük szépen, hogy eljutottunk a szentképbe csempészett bombáktól a közel-keletig, de hát mindenhol zajlanak a dolgok. Itt mindenről összefügg, úgyhogy csak látni kell az összefüggést. Az a gyanús, hogy nem gyanús. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Viszont hallásra. A kedves hallgatóinak is köszönjük a figyelmet, tartsanak velünk továbbra is, és iratkozzanak fel az Ultrahang csatornájára. Viszont hallásra.